Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Elsősorban az idősek védelmét szem előtt tartva Bonyhád város vezetése intézkedéseket vezetett be, amik a tervek szerint segíthetnek abban, hogy a 70 év felettieknek ne kelljen kimozdulniuk otthonról. Bonyhádon is megszervezték a legszükségesebb élelmiszerek vagy melegétel kiszállítását. Legfontosabb az emberek védelme, ennek megfelelően csak így módon lehet bejutni a Bonyhádi városházára. A hivatalban csak azok az előadók dolgoznak, akiknek feltétlenül benn kell lenniük. A többiek otthonról végzik feladataikat. Természetes emberi reakció, hogy az ismeretlentől, a bizonytalantól tartunk, de éppen ezért fontos, hogy amit meg biztosan tudunk, azt fegyelmezetten betartsuk. Azt tudjuk, hogy a koronavírus, mint minden egyéb vírus, közösségekben terjed a leggyorsabban. Éppen ezért hozta meg a kormány a korlátozó intézkedéseit, és ezért hoztam én is döntéseket mindannyiunk érdekében, ami tényleg valamennyi bonyhádi lakosnak az érdekét szolgálja. Március 16-án jelent meg a kormányrendeletben az a rendelkezés, amely a 70 év felettieknek a lakossághoz szól, és arra kéri ebben a rendeletben a kormány a 70 év feletti lakosságot, hogyha egy mód van rá, akkor ne hagyják el otthonaikat, és mindazok, akiknek nincsen családtagja, hozzátartozója, szomszéd, aki az ellátásokat megoldaná és segítene nekik, és ezt önként vállalják, hogy otthon maradnak, azokról természetesen azoknak az ellátásáról gondoskodnunk kell, ez a polgármester feladata. Mi ezt a feladatot a gondozási központon keresztül fogjuk ellátni, már mindent végigbeszéltünk az intézményvezetőkkel, jegyzőasszonnyal közösen, hogy milyen módon fog ez az ellátás zajlani. A tájékoztatását a lakosságnak megkezdtük, de nem csak a honlapon, a Facebookon, az Instagram oldalon, a városnak a közösségi felületeinkkel ezeket az információkat átadni, hiszen pont az idős lakosság az, akik nem feltétlenül látják ezeket. Ezért készül egy szórólap, amelyen a legfontosabb információkat tartalmazza, és amelyek legkésőbb hétvégéig minden háztartásba Bonyhádon eljutnak. A gondozási központnak a telefonszámai szerepelnek rajta, és hogy milyen ellátást igényelhetnek. Tehát mindenképpen hangsúlyozom, hogy jelentkezniük kell a 70 év felettieknek, azoknak, akiknek a családtagjai, közvetlen hozzátartozói, barátai, ismerősei, szomszédok nem tudnak segíteni. Ez a feladat, ez az ellátás megoldott, megszervezett, csak várjuk azokat az időseket, akik ezt igénybe szeretnék venni és jelentkeznek. Számos korlátozó intézkedést kellett meghoznom polgármester jogkörben, ezeket haladéktalanul meg is tettem, ezek között szerepel a közös önkormányzati hivatalnak a nyitvatartása, illetve az ügyfélfogadási rendje. Az ajtó jól láthatóan ki van helyezve, hogy egy héten kétszer, kedden és csütörtökön fogadunk ügyfeleket. Mindenkinek igyekszünk az ügyeit legalább olyan tempóban elintézni, mint ahogy az az eddigiekben, de azért azt lássuk be, hogy ez egy másik helyzet, mindannyiunktól egy másik fajta hozzáállást és gondolkodást igényel. Itt mögöttem láthatjátok, hogy kihelyeztünk az asztalon különböző tárcákat, ide kerülnek be az ügyiratok, azonnal mindegyiket nem kerül föl intézésre, hanem némely idő elteltével kerül a kollégákhoz. A kollégák ugye egy hivatalban azért könnyen meg lehetett szervezni, többségében otthon dolgoznak, otthon végzik a munkájukat, azokat a programokat, amelyekkel ők elérik a központi rendszereket, minden laptopra föltelepítettünk, és semmi akadálya nincsen annak, hogy folyamatosan az otthoni munkavégzés működjön. A járvány hatására folyamatosan érkeznek a lemondások az előre bejegyzett esküvőkről. Aki mégis úgy dönt, hogy most köti össze az életét, azok maximum 8 fővel ünnepelhetik meg az esküvőt, mondta el Puskás Nélszegi Petre jegyző. Az egyéb anyakönyvi ügyek intézését elektronikus úton el lehet végezni. Aki pedig nem rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel, az a beadványát a közös hivatal portáján adhatja le. Bonyhád közelmúltját feltérképező akciót indított a Völgységi Múzeum. Felhívást adtak ki, hogy akinek van Bonyhád és térségének történelmét őrző dokumentuma, tárgya, emléke, kézirata, bármilyen segítsége, vegye fel a kapcsolatot a helyi helytörténeti fórum tagjaival. Erre a felhívásra, majd a megbeszélésre többen érkeztek. Gyuri most a cipőgyárt kutatja, és eljutott már 1968-ig, ugye? A Bonyhád összeköt projekt keretén belül szerveztek helytörténeti fórumot a Völgységi Múzeumban. Az akció célja, hogy elkészítsék Bonyhád monográfiáját. A monográfia abban különbözik a tankönyvektől, kézikönyvektől, hogy nem egy bizonyos tudományterület egészét térképezi fel, hanem annak csak egy részét mutatja be.
Jelen esetben Bonyhád közelmúltját akarják feltérképezni és bemutatni. A kiinduló pontunk az a Bonyhád monográfiának a megírása lenne, viszont elhatároztuk, hogy hát van egy projekt, egy helyi projekt, a Bonyhád összeköt, tulajdonképpen egy olyan projekt, amiben nekünk előírták, hogy tartsunk fórumokat. És mi úgy döntöttünk, hogy két fórumot fogunk tartani, az egyik fórum lesz a helytörténeti fórum, és a másik fórum pedig a turisztikai fórum. Az lesz majd még júniusig valamikor, és a kolléganőm pedig fölrakott egy olyan programpontot még, hogy a régészet napja, akkor meg esetleg a korábbi korokkal foglalkozókat fogjuk egy kicsit meghívni erre. Most úgy gondoltuk, hogy az újkori, legújabb kori hordozókat, fotó, papír, tárgy, dokumentum, stb. Tehát egy gyűjtést indítunk, hiszen igazából azt mondhatjuk, hogy szisztematikus gyűjtés soha sem volt az elmúlt 30 év alatt. Így a fórumra a múzeumbaráti és a honismereti kör, továbbá a tájházvezetők voltak a kiemelt meghívottak. De mellettük bonyhádi családok és a Bonyhádról elszármazottak közül is többen megjelentek. Sokan iratokat, leveleket, naplókat, visszaemlékezéseket, kiadványokat, fotókat vagy tárgyi emlékeket vittek magukkal a megbeszélésre. Ezek közül, ami igazán értékes lenne, amit ott előtalálom, ugye az időrendi sorrendben, azoknak a nagy része... 902-től kezdődik, ugye? Igen. Tehát itt és például... megy, amíg műhelye hát, volt. Hát ameddig itt dolgozott, 19-ig nagyjából. 19-ig? 24-ben és volt a 24-es... tabló. Ezek a személyes egyéni gyűjtések nagy segítségre lesznek a munkaközösségnek, hogy be tudják mutatni Bonyhád történetiségét. Kolbert András bonyhádi lokálpatrióta nem csak a családfáját gyűjtötte föl, hanem elkezdte kutatni a bonyhádi fényképészeket, és kooperált Kápolnás Máriával, aki ezt alapvetésben a Megyei Múzeum évkönyvében meg is írta, és ő most olyan eredményeket hozott még, ami ezeket meghaladja, úgy tűnik. És ezek az új sütetű felvételek esetleg illusztrációi lehetnek egy bonyhádi monográfiában. Akik most eljöttek, azok számára, hát ez egy, hogy mondjam, egy felhívás. Mi szeretném megerősíteni a múzeumbaráti kört is, tehát hogy fiatalabbak is jöjjenek, ugye? És a másik pedig az, hogy esetleg a gyűjteményünket gyarapítjuk, hogyha ilyen hát önkéntes és szakértő hát emberek vannak Bonyhádon. Van köztük gyűjtő, aki már nagyon régóta a múzeumbaráti kör tagja, és sok minden tárgyat adott nekünk, ő a Dúl Zoltán például. Aztán olyan kollégina is van, tanár kollégina, akinek a szülei például szépen leírták azt, hogy a két világháború között melyik házban kilakott például. És ezt a listát nekünk átadták. És ebből tudjuk azonosítani, hogy ki építhette, ezek ilyen hézakpotló apró dolgok, de hát a sok kicsi sokra megy. A folytatás az lesz, hogy az András majd rendelkezésünkre bocsátja a fényképeit, ahogyan az Ági is hozta ugye a régi lakóknak a listáját. Azt például összetudjuk vetni két világháború közötti telefonkönyvvel, és akkor már egy forrás helyett két forrásunk van. Elkészült a Percel monográfia, az Dobos Gyula meg is írta, de hát kóborolhatnak olyan tárgyak még, töredékek ugyan. Tudok arról például, hogy Percel Mórnak az íróasztala is megvan, valahol Borsodban például, és lehetnek. Hát mi is kaptunk legutóbb 4 széket, úgy tudom, hogy a Percel Mór szülőházából való 4 széket kaptunk például. Tehát mindig van valami, persze konkurencia igen nagy, hiszen a régiség kereskedés az egy nagyon jó volt. A koronavírus terjedésének lassítása érdekében a Bonyhádi Múzeum is zárva tart meghatározatlan ideig. Addig is a helytörténeti fórum tagjai otthon megtervezik a további anyaggyűjtés lépéseit és az összehangolt munkamegosztást, hogy a monográfia írása elkezdődjön.
Eljött a kinevelt tehetségek kényszerű távozásának ideje a Bonyhádi Atlétikai Klubnál. Böndör Márton junior válogatott rúdugró és Varga Lőrinc EB negyedik középtávfutó a fővárosban folytatja pályafutását. Ez jelentős veszteség az idei évre nézve, persze ha lesznek versenyek. A klub összeredményességében nem fogja megérezni az említettek távozását, hisz valamennyi szakákban ott toporognak a trónkövetelők. A súlylökő tehetség az országos ifi ranglistán már második Klingel Réka, akár már az idén a Bonyhád AC kirakat embere lehet, de rúdugrásban és rövid távfutásban is új országos tehetség bontogatja szárnyait a klubnál. A nevelő vidéki kisklubok számára érzelmileg nehezen elviselhető sorsát éli meg a napokban a Bonyhádi Atlétikai Klub szakosztálya. Amikor egy általuk nevelt országos korosztályú kiválóság kidöppel a klub kötelékéből, mert hogy eljött a pályaválasztás, jelen esetben a felsőfokú tanulmányok megkezdésének ideje. Böndör Dániel országos bajnok rúdugró, Valga Lőrinc szintén korosztályos országos bajnok hosszú távfutó, sajnálatukra nem a közeli Pécset, hanem Budapesten folytatja tanulmányait. Sovány igaz, hogy az idén még kölcsönben szerepelnek a Testnevelési Egyetem Sportegyesületénél, illetve a Ferencvárosnál. Eredményeikkel ugyanis már nem az anyaegyesületnek hozzák a pontokat, egyébként az utóbbi évtized legeredményesebb évét tudhatja maga mögött a Bonyhádi AC. 11 versenyzőnk volt, aki kvalifikálta magát az országos versenyek dobogójára, vagy a döntőjébe, illetve ezek közül 5 voltak, akik válogatottságot szereztek a korosztályos szinten, és egy versenyzőnk U23 válogatott volt, egy pedig a felnőtt válogatottban is szerepelhetett. Tehát ilyen szempontból tényleg az egyik legszebb évünket zárjuk. Való igaz, hogy innen többnyire tovább tanulnak a gyerekek, 2 nagyon komoly atlétánk, Varga Lőrinc és Böndör Dániel, habár kölcsönadási szerződéssel, de Budapesten az egyik a Ferencvárosban, a másik pedig a TFS-ében folytatja versenyzői pályafutását. A fiatalabbik Böndör fivér Márton is választás előtt van ebben az évben. A vezetőedző reménykedik, hogy tanítványa civil pályája úgy alakul, sikerül a kiemelkedő hazai tehetségnek számító, az 5 méteres magasság átugrására készülő Böndör Marcit itthon tartani. Bonyhád egyébként azon kevés hazai atlétikai klubok egyike, ahol van stabil rúdugró szakosztály, és prioritást élvez az elkövetkezendő években is. Nagyon elgondolkodtató az a világjelenség, amivel most találkozunk, hogy ugye most az Armand Duplantis, aki világcsúcsot ugrott, ő 4 évesen kezdte ezt a sportágat, de az ő korosztályos világcsúcsát már megdöntötte egy szovjet versenyző, egy orosz versenyző, 15 évesen, ő 5 évesen kezdte, tehát valószínűleg egy új modell kezd fölállni ebben a szakákban, az atlétika szakájában, ami egy picit az úszás és a torna világához közelít, hogy korán megismertethető és korán képezhetőek a gyerekek ezen a területen. Nem kell aggódni a már említett 2 meghatározó atléta távozása miatt, azért, hogy 2020-ban, persze ha egyáltalán megrendezik idehaza és külföldön a legjelentősebb versenyeket, eredményességében visszaesik a remek körülmények között dolgozó Bonyhád, és ezáltal elesne jelentősebb központi támogatásoktól. Látványosan nem fog visszaesni, valójában azért szerintem kevesebb éremmel számolhatunk, viszont amiben reménykedünk, hogy 3 versenyzőnk is lesz, aki nemzetközi versenyre kvalifikálja magát, ebből egy tulajdonképpen elméletileg már meg is történt. Tehát úgy gondolom, hogy bár nem biztos, hogy olyan nagy létszámban lesznek válogatott versenyzőink, viszont akik lesznek, ők viszont hát azt mondhatjuk, az európai élvonalhoz fognak tartozni. Nevesítsük is őket. Nagyon bízunk Balogh Péterbe 110 méter gátfutásba, a téli szezonban 60 méter gáton elért második helye és időeredménye nagyon komoly reményeket ad egy világbajnoki szereplésre. Súlylökésben Kling Réka az ifjúsági Európa bajnoki szintet már elérte, neki tulajdonképpen ehhez egy picit hozzá kell tenni és tartani a szintet, hogy ott labdába rúgjon. Kling Réka jelen volt a Bonyhádi Klub elmúlt évértékelő, illetve évnyitó közgyűlésén is. A diszkoszvetésben jeleskedő súlylökőhölgy kellően motivált abban, hogy 2020-ban a Bonyhádi Atlétika kirakat embere lehessen. Az atléta hölgy a hazai ifjúsági ranglista előkelő 2. helyét foglalja el.
15 fölötti lökésem az még nem stabil, tehát először odáig kéne jutni, 15 méter fölött stabilan lökünk, és utána persze a fejlődés, azért egy 16 méter körüli eredmény, ez már jó lenne. A remélt fejlődés érdekében edzőjével a dobótechnika változtatásán gondolkodtak az elmúlt napokban. Az sem biztos, hogy tényleg váltunk-e, de forgás maga megvan, azt már elég sokszor gyakoroltuk, meg aztán a diszkosszal is ugye azt csinál, viszont a forgásból való kilökésen még csiszolni kell, az még nem. Két vasat is tartasz a tűzbe, tehát a diszkosz is, jó az eredmények, ott lehet a kettőt egy jól kiegészíti egymást? Hát egyébként elég jól lehet csinálni mind a kettőt, főleg egyébként, hogyha forog az ember lökés közben is, igazából akkor csak a szertartása, a más is a súlyok. Hogy telt a tél? A kemény időszak volt, igazából nagyon sokat szenvedtünk edzésen, de szerintem érdemes volt ennyit. A Bonyhád AC a rendelkezésre álló itthoni viszonylatban párját ritkó fedett és szabadtéri komplexumával nem csupán hírnevét öregbítő versenyző atlétákat szeretne kinevelni, hanem az egyes szakágok háttérországát is erősíteni, és amennyi versenyzővel csak lehet részt venni a különböző szakági atlétikai csapatversenyeken. Belülük lehetnek a jövő edzői, versenybírói, szakosztályvezetői, vagy csak egyszerűen a sportág szimpatizánsai, szurkolói. Ez az egyik legfontosabb küldetés, és azt is figyelembe kell venni, hogy a csapatsportágaknál a csapat játékszabályok szerint mindig meghatározott hány ember lehet a pályán. Itt atlétikában nincs ilyen, és itt így fordulhat az elő, hogy most a mi klingrékánk már a felnőtt magyar bajnokságon együtt indult a Márton Anita világbajnok, fedettpályás világbajnokkal, ami óriási motiváció ilyen gyerekeknek, hogy ők együtt versenyezhetnek azonos szabályok szerint, és ez igaz lefele is, hogy a mi kezdő, vagy nem annyira tehetséges gyerekeink együtt készülnek, együtt edzenek azokkal az atlétáinkkal, akik viszont nemzetközi szintre készülnek. Ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösségteremtő erő ez a sportág, mert gyakorlatilag korlátlan számban tudjuk fogadni a versenyzőket. Magyarul nem igazán van kispados versenyző, mindenkinek ott van a lehetősége, hogy megmutassa a saját maga egyéni legjobbját. Mit is lehet hozzátenni még ehhez? A koronavírus, ha ki is tart, egyetlen Bonyhádi, illetve a horizontot tágítva Tolna megyei atlétát sem fog megakadályozni ebben. Hatalmas élményben volt része annak a párnak, akinek sikerült eljutnia Új-Zélandra. Útjuk során számos fényképet készítettek. A Bonyhádi születésű alkotó elmondta, ezzel a tárlattal szeretné Bonyhádváros kultúráját gazdagítani. Ausztráliától is körülbelül 1500 kilométerre fekszik Új-Zéland, mely két nagyobb és számos kisebb szigetből álló monarchia a csendes óceán délnyugati részén. Területe Magyarország területének majdnem háromszorosa. Mivel igen távol esik minden földrésztől, Új-Zéland a legutolsó nagyobb emberi letelepedésre alkalmas terület, amit az ember általában a maurik révén, majd pedig az európai ember meghódított. Új-Zélandon az 1-2000 évvel ezelőtti természetes állapotokat igyekeznek megteremteni és fenntartani, vagyis hagyni, hogy a természet megteremtse magának ezeket. A jól átgondolt zöld imidzs része a tiszta levegő, tiszta vizek, tiszta környezet. Ezért komoly ellenőrzésen ment keresztül 2017-ben egy fiatal bonyhádi pár, aki ellátogatott Új-Zélandra és számos fotót készített, amelyekből tárlatot nyitottak Bonyhádon. A Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek előadásával vette kezdetét az Új-Zéland a világ végén című fotókiállítás megnyitó. Sok mindent tanultam, és még kell tanulnom, hogy még vonzóbbá, érdekesebbé tegyem a képeimet. Szeretem, amit csinálok, szeretem az építőkritikát, és remélem, hogy sokaknak szerzek örömet a fotóimmal. 2017. februárjában párjával utazott el a bonyhádi születésű Felkovács Mónika Új-Zélandra, ahová fényképezőgépeket is elvitték. Itt számos fényképet készített, ebből nyitott tárlatot a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központba a már 16 éve fotózó hölgy. Párom már régóta szeretett volna Új-Zélandra elmenni, végülis az ő álma volt, és ő magával ragadott, úgyhogy ő általa jutottunk el oda Új-Zélandra. Többek között a természetről, tájakról, az ottani állatokról, sziklákról, ezek láthatók a képeken. Ez egy szigetcsoport, és természetétől, vagy az elhelyezkedéséből adódóan különlegességek veszik körül, tehát
örök felhők, szeles, más időjárás, és védett a természet, mert mivel elszigetelt mindentől, nem is kerülnek oda be veszélyes dolgok. Új-Zélandon a hagyományos maori és a modern, kozmopolita városi kultúra, a hangulatos falvak és a hatalmas érintetlen területek keverednek. Az északi sziget teljesen úgy néz ki, mint hobbit falva, tehát ténylegesen középföldéről beszélünk. Dimbes, dombos, szinte nincs is egyenes út, egyenes útszakasz, úgyhogy gyönyörű, nagyon szép. Egyedi, én úgy gondolom, a világom. Van egy olyan fotóm, amit én sem láttam még soha, sem tévében, sem a világon. Ezek a hullámok a tengeren csapnak össze. A csendes óceán és a Tasmán tenger kint a tengeren összecsap. Tehát az északi, mondhatni az észak-keleti, és a nyugati hullámok összecsapnak bent a tengerben, amit én nem tapasztaltam soha sehol, és nem is láttam tévében, csak a partokon, és a számomra ez különleges. 51 fotó található a kiállításon. Milyen kompozícióban? Ez érdekes, mert csoportképek is vannak, vannak állatos képek, a szín adottságai, a természet adottságaival is csoportosítottam, és számomra elég különleges a Hobbit falva csoportkép is, úgyhogy ezek szerint készült. Új-Zéland páratlan szépség, mindenmi természeti kincs az itt megtalálható. Sűrű erdők, hegyek, gleccserek, termálrégiók és fjordok. Mindenkinek ajánlom, annak ellenére, hogy a föld másik túloldalán van, hogy tegye fel a bakancs listájára. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!